A Favorit 65042 IMOP beépíthető AEG mosogatógépe, egy A2 pluszos modell, 46 decibelles zajszintértékkel és 9 literes névleges vízfelhasználással. A készüléknek a kezelőfelülete a ajtó frontján kapott helyet. A programszám tekintetében van benne egy automata program, amikor is 45 és 70 Celsius fok között a készülék automatikusan beállítja az optimális mosogatási hőmérsékletet a betett edény szennyezettségi fokához mérten, azon kívül felismeri, hogy milyen mennyiségű edény van benne, és ehhez pedig a vízmennyiséget igazítja majd. Van benne egy 70 fokos intenzív program az erősen szennyezett edényekhez, aztán egy csendes program 50 fokon, amikor is alacsonyabb víznyomással pumpálja be a szórókar a vizet az edénybe, ennek megfelelően nem erősíti fel a víz zubogását oly mértékben. Azon kívül van benne egy 30 perces 60 fokon történő gyors mosogatás, ennek a programnak a végén viszont szárítási fázis nincsen, tehát vagy le kell csöpögtetni, benne hagyni az edényt, vagy pedig el kell törölgetni a program végén. Illetve van egy 50 fokos energiatakarékos program, ennél a programnál kevesebb vizet használ a készülék, a kevesebb vizet kevesebb áram segítségével melegíti adott hőmérsékletre, viszont egy picikét hosszabb ideig fog mosogatni, hogy a kevés vízzel is ugyanolyan hatásfokú végeredményt tudjon nyújtani. A program kínálatot látjuk egyébként itt a kijelzőn is, a felirat mellett mindegyik mellett van egy pici kis lámpa. A program nyomógomb többszöri benyomásával tudjuk léptetni, annak megfelelően jelzi, hogy melyiket választottuk ki, illetve a startgomb benyomásával azt követően el tudjuk magát a programot indítani. Opcióként a kiválasztott programhoz hozzá tudunk rendelni egy úgynevezett tablettás mosogatást, amikor is nem a három különböző tisztítószert tesszük bele, hanem magába a tablettába van elhelyezve ez a három különböző összetevő. Ha a tablettával használjuk, akkor gyakorlatilag ki kell választani opcióként ezt az üzemmódot. Illetve a másik opció az pedig egy fertőtlenítő program. Itt az öblítési fázis esetében még egy 12-14 percig durván 70 fokos hőmérsékletet tart benne a mosogatótérbe a készülék, és ezen a hőmérsékleten elpusztulnak a baktériumok. A négy kicsi szimbólum azt mutatja a mosogatás közben, hogy melyik fázisnál tart, mosogat, öblít, szárít vagy a program végéhez ért. Illetve van még négy szimbólum, a két alsó mutatja a vízlágyítósónak, illetve az öblítőszernek a hiányát. A bal felső azt jelzi, hogy nincs jól becsukva az ajtó, tehát ezért nem indul el mosogatóprogram. A jobb felső pedig a késleltetett indításnak a visszajelzésére szolgál. Ugye lehet a mosogatóprogram indítását akár 23 órával késleltetni, eltolni. Akkor jelzi, hogy most egy késleltetett indítás van beállítva. Van egy három karakteres idő visszajelzés, ez a kiválasztott program esetében a programidőt mutatja, majd a mosogatás indítását követően visszaszámol, tehát látjuk, hogy hány perc van még a program végéig. A készülék belső terét, ha megnézzük, az alsó kosárban a jobb hátsó tányértartó rész az lehajtható, ebben az esetben nagy átmérőjű fazék, lábos, bármi egyéb elhelyezhető. Jobb első részében kapott helyet ugye az evőeszköztartó kosár. A felső kosárnak a variálhatósága úgy néz ki, hogy vannak ezek a lehajtható kis fülek. Talpas pohár talprészét tudjuk belepattintani, hogy ne borítsa fel a vízsugár, illetve adott esetben kisebb kávéscsészék is a tetejére elhelyezhetők, ha már végképp nincs máshol hely benne. A kosár magasságát tudjuk állítani. Megemelve ugye egy magasabb szinten rögzül, ha még egyszer megemeljük, akkor pedig visszáll az alacsonyabb szintre. Három szórókar van ugye a készülékben, van egy az alsó kosár alatt, van egy a felső kosár alatt, illetve készülék felső részében van egy harmadik szórókar, öblítésnél ez egy hatékonyabb végeredményt nyújt, gyakorlatilag vízpermetet kiutat az edényzet tetejére. A készüléknek a belső tere egy megnövelt belső tér, mint az AEG mosogatógépek nagy többségében. Egy XXL-es belső tér, az alsó padlólemez az 4 cm-vel lejjebb van, mint egy hagyományos mosogatógépben. Emiatt az alsó és a felső kosárba is egyszerre be tudunk helyezni nagy átmérőjű tányért, anélkül, hogy a felső kosár magasságát állítanunk kellene. Illetve az AEG készülékekben szintén lassan általános lesz, benne van egy úgynevezett szatellit szórókar, a hagyományos kar végén van egy plusz forgómozgást végző kar, így egy ellipszis alapú vízsugárpályát rajzol le a működés közben, hatékonyabb mosogatási végeredményt tud nyújtani.
ajtó belső lapján helyezkedik el a mosószer adagoló tartály, ide kell betennünk a mosogató port vagy pedig a tablettát. A mellette lévő tartályba öblítőszert kell töltenünk, nagyjából egy 18-20 mosogatásra is elegendő mennyiséget tudunk beletölteni, mert ugye itt van egy nagyobb tartályrész, tehát lefolyik, feltöltjük. Amikor ez kifogy, a készülék az ajtó külső élén, ugye, vagy a külső lapján a kezelő felületen jelzi annak a hiányát. Ugyanúgy jelzi ennek a vízlágyító sónak is a hiányát, amit ebbe a tartályba kell beletölteni. Adnak hozzá egy töltsért, ennek a segítségével ezt könnyen meg tudjuk tenni. Ide is egy nagyobb mennyiség, kb. Egy kilónyi só egyszerre beletölthető. Ugyanúgy akár 18-20 mosogatásra is elegendő lehet ez programtól függően.